Ivancsó, hogyha helyett, akkor én fogom felolvasni az előadását, amelynek a címe Gizella uralkodói alakja a keleti és nyugati egyház ideájai között a liturgikus szövegek alapján. Előadásomat és egyben tanulmányomat azzal a mottóval szerettem volna kiegészíteni, amit eredetileg alcímnek is szántam, hogy a megszentelt élet nem csak a szerzetesek privilégiuma. Ugyanis az egyházban szinte kezdettől fogva úgy szemlélték és szemlélik a szerzetes atyákat és nővéreket, hogy ők azok, akik Istennek szentelték és szentelik magukat, amit a hármas fogadalmuk igazol. A legújabb időkben, 1997-ben pedig külön világnapot is kaptak az azóta szentté avatott II. János pápától. Ám de ehhez hozzá kell tenni, szintén az egyház tanítása alapján, hogy mindenki, minden keresztény ember élhet megszentelt életet, még ha nem is tett szerzetesi fogadalmat. Sőt, minden keresztény ember élete ténylegesen megszentelt élet akkor, amikor a megszentelő kegyelem állapotában él, tehát részesedett a szentségi kegyelemben, aktuálisan pedig bűntelen állapotban van. Azért tartom fontosnak ezt hangsúlyozni, mert egyrészt a bizánci egyház lelki irodalma is kiemelkedően szól a szerzetesi állapotról, és ezt a liturgikus szövegek bőségesen kifejezésre juttatják. Másrészt viszont a szentek tiszteletében vannak külön a szentasszonynak szóló zsolozsma részek is, megkülönböztetve a szentéletű atyák és anyák tiszteletétől, amelyben kifejezetten a szerzetesekre és szerzetes nőkre vonatkozó részek kapnak helyet. Azt is meg kell viszont állapítani, hogy az előbbi kategóriába tartozó nők esetében is szűzi életformáról van szó a szövegekben. Olyan személyek tehát, akik Krisztust választották maguknak vőlegényül. Gizella királynánk pedig tudvalevőleg nem volt szerzetes nő, hiszen Szent István királyunk feleségeként élt, gyermekeket is hozott világra, ám de az egyház boldoggá avatta, ami azt igazolja, hogy mégiscsak megszentelt életet élt, bár szerzetesi fogadalmak nélkül. Hogy milyen volt az ő, címünkben jelzett, uralkodói alakja és ideája, azt a liturgikus szövegeink alapján igyekszünk feltárni és bemutatni. Bár meg kell jegyezni, hogy a bizánci egyház zsolozsmájában Gizellának nincsenek saját szövegei, két forrásból mégis lehet meríteni. Egyrészt a közös Méneából, vagyis a szentek általános tiszteletének a szövegeiből, másrészt pedig párhuzamként felhasználva Szent Ilonak császárné liturgikus szövegeit. Már itt előzetesen is meg kell jegyezni, hogy a szentéletű személyek liturgikus tiszteletben nem a másokon, hanem az önmagukon való uralkodás kap fontos szerepet. A szentek tiszteletének hármas alapja. A keleti és nyugati egyház teljesen egységes abban a szemléletmódban, hogy a szentek és boldogok tiszteletét hármas pillérre helyezi. Ez a hármas megokolás Jézus Krisztus húsvéti misztériumára alapozódik, melynek legtömörebb lényege, hogy az ő földi életet élt, szenvedett, meghalt, feltámadt és újra él. És ebbe az új életbe vezeti át a benne hívő, az ő misztériumában részesedő embereket. Ezek alapján tehát a szentek azért részesednek tiszteletben az egyház részéről, mert 1. Eljutottak az üdvösségbe, amiről az egyház hivatalosan nyilatkozott az oltárra emeléssel, tehát ők már Jézus Krisztus húsvéti misztériumának teljes részesei. A megdicsőült egyház tagjaiként már ott vannak, ahová mi még csak vágyakozunk és törekszünk, a vándorló, illetve küzdő egyház tagjaiként. 2. Példás földi életet éltek, amelynek alapján kiérdemelték az üdvösséget, vagyis azt, hogy részesedjenek Jézus Krisztus feltámadott új, megdicsőült életében. Ám de ezt földi emberként tették, nem élet és emberidegen személyekként. Közülünk valók voltak, és éppen ezzel adnak példát nekünk az ő követésükre.
végül a harmadik alap. Közben járnak értünk, és ezzel segítenek nekünk, hogy elérjük életünk örök célját, az üdvösséget, vagyis azt, hogy Jézus Krisztus húsvéti misztériumának mi is teljes részei lehessünk. Ugyanis a Communio Sanctorum révén ilyen segítő egységben vannak az egyház három részének, a megdicsőült, a szenvedő és a zarándok tagjai. A hármas ideál megvalósulása Gizella személyében. Az uralkodói ideált pedig ebben a hármas szempontból nyomon lehet követni. Boldog Gizella esetében is, amit a következőképpen láthatunk. Tény azonban az is, hogy a liturgikus utalásokat kölcsön kell vennünk hozzá. 1. A célba érkezés. Gizella magyar királyné, Szent István felesége 1059. május 7-én fejezte be földi életét. Míg férjét, első királyukat 1083-ban oltárra emelték, neki 1911-ig kellett várni a boldoggáavatásra, legalábbis annak elindítására, hogy 1975-ben aztán megvalósulhasson. A katolikus egyház, így természetesen a görög katolikus is, a boldoggá avatással már elismeri és hivatalosan kinyilvánítja, hogy az illető szent életet élt, aminek alapján megkaphatja a nyilvános tiszteletet. Ezzel pedig együtt jár az üdvözülés állapotának nyilvános, bár itt még idéglenes elismerése is. Amint leszögeztük, Boldog Gizella uralkodói alakját és egyházi ideáját közvetlenül az ő liturgikus szövegeiből nem tudjuk bemutatni. De segítségünkre van Szent Ilona császárné liturgikus tisztelete a maga szövegeivel. Ezek pedig teljesen alkalmazhatók Gizellára is. Az egyik liturgikus himnusz megállapítja. Idézem, most a mennyországban lakozol. Aminek indoka az, hogy, idézzük, a szeretet és a tökéletes együttérzést bíborként öltötted magadra. Idézet vége. Íme a földi és mennyei uralkodás tökéletes összefüggése. Egy másik szöveg pedig így folytatja a gondolatot. Idézzük. A szentekkel együtt lakozol, szentséggel és világossággal telten. Idézet vége. Ugyanis, idézet, szentül végezted be életed. Idézet vége. És ez nem csak Ilonára, hanem a mi Gizellánkra is vonatkozik. Még tovább menve a gondolatok sorában, újabb liturgikus szöveg is rendelkezésünkre áll a célba jutást igazolandó. Idézik. Bekerültél a test nélküliek karába. Idézik. Aminek szintén nem marad el az indoklása, mert szövegünk szerint, idézik, erényes cselekedeteiddel Istent szolgáltad. Idézik. És ez egyben már a példaadása is előremutat. A Szentasszony tiszteletére írt himnuszok közül pedig kettő is az erényes élet végeredményeként mutatja fel azt, hogy, idézzük, Krisztussal együtt uralkodol. Idézet vége. Természetesen az üdvösség eléréséhez kell az emberi erőfeszítés, az emberi akarat, egy keresztény életforma megvalósítása, de végeredményben az üdvösség Isten ajándéka az ember számára. Íme erről is szól egy himnusz, aminek gondolata nem csak Konstantinra és Ilonára, hanem Istvánra és Gizellára is tökéletesen érvényes. Idézzük. Mennyei országodra méltattad őket. Idézet vége. Krisztus. Idézet. Kik a tévelgést meggyűlölték, és a te szépséged után vágyakoztak. Idézet vége. Ehhez a gondolathoz kapcsolódik Ilonának a következő, Gizellára is alkalmazható énekszövege. Idézet. A mennyországot örömödre elnyerted. Idézet vége. Valóban, mert a bálványimádást elutasította. Végül újra kifejezésre jut az üdvösség állapotának, tehát a célba érkezésnek, illetve Jézus Krisztus húsvéti misztériumában való teljes részesedésnek a gondolata. Idézet. Isten országában örvendezel, dicsőséges. Idézet vége. Jogosan tisztelhetjük tehát első királynénkat, ha még nem a szentek, de a boldogok sorában is.
És hogy a bizánci egyház felfogása szerint mennyire az önlegyőzés szempontja jelenik meg az uralkodásban is, azt igazolja a következő szöveg, amely a az intézet, kezdet nélküli, örök, halhatatlan királyhoz vége szól. Idézet. Te a mennyországra méltattad azokat, akikről hajdan úgy rendelkeztél, hogy jámborul uralkodjanak a földön. Idézet vége. Íme Gizella uralkodói alakjának a liturgikus háttere a keleti egyház szerint önlegyőzés, vagyis jámbor uralkodás nélkül nincs igazi győzelem. A példaadás. A szentek és boldogok életét példaadásként tárja az emberek elé az egyház. Azért, hogy kövessék őket, az életpéldájukat. Ám de az alapot itt is Jézus Krisztus szolgáltatja, ő az, aki meghív, és ő az, aki az eredményt is megadja. Igaz, esetünkben Konstantinról és Ilonáról szól a liturgikus szöveg, de ugyanúgy érvényes István királyra és Gizella királynéra is. Mindenekelőtt a keresztény hitben az uralkodói példát Szent Királyunk és Boldog Királynénk. Az egyik ének így szól, idézet. Csodálatosan fölkentett Krisztus, kik a itt tévelgést meggyűlölték, és a te szépséged után vágyakoztak. Idézet vége. Nem kérdéses, hogy a királynő is munkálkodott a férje oldalán. A sötét pogánság legyőzésén. Ezért mondhatja egy másik liturgikus szöveg. Idézet. Viselkedésed Istent kedvelő, Istennek tetsző cselekedeteid magasztalásra méltók. Idézet vége. A hitben további példát ad egy következő liturgikus szöveg alapján a mi boldog Gizella királynénk, aki, mint Szent Ilona, megerősítette az igaz hitet. Ám de a hit önmagában nem elegendő, azt a keresztény életformával kifejezésre is kell juttatni. Ezt is megfogalmazzák a liturgikus szövegek. Az egyik ilyen formában szól, idézet, cselekedeteiddel Istent szolgáltad, idézet vége. Aztán ennek egészen konkrét megnyilvánulásával is találkozhatunk Szent Ilona liturgikus szövegében, ami egyúttal Gizellára is vonatkozik. Idézet, templomokkal ékesítetted a földet. Valóban megtette ezt a mi boldog királynénk is. Éppen ezért érvényes őrá is a liturgikus szövegnek költői magasságukba emelkedő része. Idézet. Szívedet istenes cselekedetekkel Isten templomává építetted át, s neki szent templomokat építettél. Idézet vége. A templomok építése mellett pedig azok felékesítésére is gondot fordított, amire kiváló példa az 1031-ben készített, eredetileg miseruhának szánt koronázási palást. A keresztény ember számára a hitet és a jó cselekedetet a szeretet hitelesíti, amivel mások számára is példává válhat. Így volt ez Szent Ilona császárné és a mi boldog királynénk esetében is. És ez fontos uralkodói ideájává lehetett. Jogosan mondhatja az egyik liturgikus szöveg, idézet. Lángoló Isten szereteteddel megmutattad, Isten legboldogabbja, a keresztények reménységét. Ez még csak tovább fokozódik egy másik himnuszban, idézet. Ó, milyen csodálatos a te szereteted, Istennek tetsző az életmódod, asszonyok büszkesége, idézet vége. Végül az egyik liturgikus szöveg konkrétan is megfogalmazza azt a példaadást, amit a szentek és boldogok nyújtanak felénk. Szent Ilonáról így szól a szöveg, ami boldog Gizellára is érvényes. Idézet. Életed utánzása táplálja el minket. Idézet vége. És ez azért érvényes, mert még mindig ugyanezen szöveg szerint, idézet, az Úr tanításait befogadtad, és az erényes cselekedetek bőséges termékét sarjáztad. Idézet vége. Amint látható, liturgiánk tehát nem a tényleges uralkodói tevékenység bemutatására, hanem a példaadásra helyezi a hangsúlyt. A közbenjárás. A szenteket és természetesen a boldogokat is az egyház közbenjáróknak tekinti, vagyis olyan személyeknek, akik már az üdvösségben vannak,
Tehát Jézus Krisztus húsvéti misztériumának teljes részesei, és éppen ezért segíteni tudnak az Isten előtt való közbenjárásukkal, a földi zarándok úton járó, az üdvösség felé haladó embereknek. Ezt a meggyőződését az egyház az imádságokban és liturgikus himnuszokban kifejezésre is juttatja. Általában kétféle formában jelenik ez meg a liturgikus szövegekben. Egyrészt tény megállapításként a szentek közben járnak értünk, másrészt pedig hozzájuk forduló kérések formájában. Mind a kettőre találunk példát Szent Ilona szövegeiben, amelyek ugyanúgy alkalmazhatók Boldog Gizellára is. Íme az egyik megállapítás, amelyben költői formában arról van szó, hogy az üdvözültek között segít nekünk Gizella. Idézet. Mindenkor gyógyulás áradatát fakasztod, a lelkeket belemeríted, s lelkünket megöntözött. Idézet vége. A Szentasszony tiszteletére írt liturgikus szöveg ugyanígy vonatkoztatható őrá is. Idézet. A mi üdvösségünkért imádkozol. Illetve. Idézet. Most is mindenkor könyörögsz a mi lelkünkért. Ugyanakkor jelen van kérés formájában is a közbenjárás. Esedezzél az egyetlen ember szeretőhöz. A hitelesség érdekében itt utalni kell arra, hogy ez az esedezés az uralkodókért szól, ám de a szentek közössége alapján mégis szabad vonatkoztatni mindenkire. Ugyanilyen kérő forma érvényesül a több szentasszony tiszteletére írt liturgikus szövegben is. Idézet. Esedezzetek az alkotóhoz, a ti tisztelőitekért. Egy másik kérés egyetemessé teszi, terjeszti szét a szentek közbenjárását. S közöttük Boldog Gizellájét is, amikor a liturgikus szöveg a mindenek uralkodójához fordul. Idézet. Az ő közbenjárásukra könyörülj meg mindenki. Idézet vége. Az uralkodói eszmény. A teokrácia elve végigvonul Szent István király liturgikus szövegein. A görög-katolikus egyház vele egy napon, augusztus 20-án ünnepli Szent Hieroteosz püspöknek, Magyarország első térítőjének az emlékét is. A kettő összefonódik, és így Gizella nem kap benne helyet. Viszont joggal lehet feltételezni, hogy mivel szívvel lélekkel egy volt az uralkodó férjével, ebben is egyetértés volt közöttük. Így hatással lehettek rá azok a gondolatok, amelyek Szent Istvánról szólnak a liturgikus szövegekben. Ugyanis, ha nem is végzett tényleges uralkodói tevékenységet a férjével együtt, de legalábbis nem gátolta őt ilyetén tevékenységében. Mindenek előtt az isteni kiválasztás világos. Idézet. Felülről jövő gondviselés által kiválasztva teljesítetted az Úr Szent akaratát, István király. Idézet vége. Szögezi le az egyik ének. Ezt erősíti egy másik himnusz. Idézet. Ma az Isten által megkoronázott igazhitű István királynak az emlékét ünnepjük. Azért a királyét, aki, midőn Istentől a jogart kezében kapta, vallásosan uralkodott ezen a földön, nem a harci szekerekben és lovakban bízva, idézet vége, hanem a Szent Kereszt erejében. A király uralkodói tevékenysége tehát ennek fényében folyt, amint üdvözlésként megfogalmazza egy következőjének. Idézet. Üdvözlégy, ki mulandó országot koronáját Istennek szentelted, és a neked adott hatalmat szolgálatnak tekintetted. Idézet vége. Hasonló ehhez egy másik, lényegre törő megfogalmazás is. Idézet. Királyságodat Istennek, az örök királynak rendelted alá, Bölcs István király. Idézet vége. Mindebben minden bizonnyal segítséget, nem pedig gátló tényezőt jelentett számára Gizella a felesége. Gizella, mint társapostol. A bizánci egyház a szentek csoportosításában ismer egy olyan kategóriát, hogy társapostol. Azokra alkalmazza ezt, akik apostolhoz méltó vagy apostoli tevékenységet folytattak a hithirdetés és hitterjesztés terén, ide került be Magyarország első apostoli királya is, akinek a görög-katolikus Zsolozsban megadta a társapostol címet. Bár Boldog Gizella, mint már többször utoltunk rá, nem szerepel a görög-katolikus egyház Zsolozsmájában, és így önálló liturgikus szövegei sincsenek, a férjével való szoros együttműködés révén, legalább tiszteletben, szintén megkaphatja ezt a címet. Szent Istvánról először üdvözlésként fogalmazza meg a himnusz. Idézet.
Üdvözlégy ki a királyok között apostolokkal egyenrangú voltál. Idézet vége. Majd elmélyíti a gondolatot egy másik liturgikus szöveg. Újabb társapostolként tűntél fel hazádban István, akár csak hajdan Konstantin. Végül a folyamatos tevékenységét is felidézi egy következő ének. A társapostoli pályafutást Magyarországon helyesen végigjártad, az apostolok közé soroltak be. István király tehát társapostol lett a bizánci egyházban. Azt csak sajnálni lehet, hogy a felesége Boldog Gizella hivatalosan nem kapta meg ezt a kitüntető címet, de, mint említettük, a férjével együtt munkálkodott, s legalábbis nem akadályozta őt az apostoli munkában. Elmélyült lelkületének feltételezésére alapot szolgáltat az a tény, hogy templomokat alapított, felszerelésükben jótékonykodásával részt vállalt, magát a koronázó palástot is hímezte, s mindenek fölött az a tény, hogy a veszprémvölgyi monostorban az apácákkal együtt munkálkodott rajta. Összegzés. Boldog Gizella királynőnk uralkodói alakját a bizánci egyház liturgikus szövegei alapján kíséreltük meg bemutatni. Láthattuk, hogy bár saját liturgikus szövegei nincsenek, és ez így van a római katolikus egyház gyakorlatában is, párhuzamba tudjuk állítani a szentként tisztelt Ilona alakjával, aki Nagy Konstantin császárnak, az első keresztény uralkodónak édesanyja volt. Fontos szempont, hogy nem volt szerzetes nő. Mégis liturgikus tiszteletet kap az egyháztól. Mivel Gizella is házasságban élt, a szentasszony liturgikus kategóriába állítható. Uralkodói ideáját ez a lelkület adta. Nem a külsőleg még megnyilvánuló uralkodást tartotta elsődlegesen fontosnak, hanem az önlegyőzést. És ez a kölcsönvet liturgikus szövegekből is világosan kikövetkeztethető. Ugyanis a Jézus Krisztus húsvéti misztériumára alapozódó hármas megokolás, célbajutás, példaadás közbenjárás tökéletesen illik Boldog Gizellára. Ezeket a szempontokat a liturgikus szövegeket megszólaltatva próbáltuk meg bemutatni, hozzátéve azt is, hogy királyférje mellett ő maga is társapostolként élhetett és működhetett. Végezetül álljon itt egy szép imádság, melyet a római katolikus egyház tár elénk, melyben a vázolt három szempont mindegyike megtalálható. Urunk Istenünk, Te megtanítottad Boldog Gizellát, hogy már itt a földön országodat keresse, és az élet különféle útjain neked szolgáljon. Közbenjárására engedd, hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk, és egykor beléphessünk a megígért országba. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Köszönöm a figyelmet.